micsoda szezonjuk volt az acélvikáknak. A Molliga alapszakaszát például kis túlzással már az ősz végén megnyerték, hogy végül is csak, idézőjelbe téve, 15 ponttal előzték meg a Miskolcot, az annak köszönhető, hogy január elejére újabb alapozást iktattak be, és nem pörögtek túl nagy fordulatszámon az utolsó 10-12 meccsen. Aztán a rájátszásban vívtak két döntőt is. Először az elődöntőben, amely a kiírásnak köszönhetően ezúttal OB1-es fináléként is funkcionált. Itt a Jeges Medvékkel birkóztak az 5. magyar bajnoki aranyért, és ha nem is könnyen, de begyűjtötték azt. A DAB Miskolc párharc Újvárosban kezdődött, nagyon sima 7-2-es hazai győzelemmel. Ám másnap ugyanitt, ugyanezen csapatok randevújában a Miskolc nyert 4-2-re. Vagyis elvette a 6 hónap munkájával szerzett pályaelőnyt, és ha hozta volna a következő két meccsét otthon, akkor a DAB lemaradt volna a bajnoki és a Molliga aranyról is. De nem ez történt. Az első miskolci csatát 4-1-re nyerték a Bikák, a másodikat meg 1-1 után hirtelen halálban 2-1-re. A Molliga döntő 4 nyert meccsig ment, és majdnem ki is játszották ezt a csapatok. Láttunk 5 idegenbeli győzelmet, ebből 3-at hirtelen halálban, láttunk óriási küzdelmet, csodás megoldásokat, és tényleg azt kívántuk, bárcsak sose érne véget. De minden véget ér egyszer, és a befejezés stílszerű volt. A DAB 4-0-ra nyert Erdélyben, és ez jelentette a slusszpoint a majd 7 hónapos sorozat végén. Bizonyította ugyanis, hogy az ide nevező csapatok közül ő volt a legjobb. Mi pedig folytatjuk a 2013-14-es jégkorong Molliga szezon felvezetését. Az imént látott két főszereplő vezetőjével. Elsőként Azori Zsoltot köszöntöm itt a stúdióban, a Dunai Városok ügyvezető igazgatóját, és Cseke Szilárdot, a csíkszeredaiak részéről a csapatvezetőt. Nem volt rossz ezeket a képeket ismét megnézni, ugye? Hát főleg nekünk volt nagy öröm, jó napot kívánok és üdvözlök mindenkit. De így rögtön eszembe jutott, hogy igen, azért a sport, tehát itt mindig csak esélyekben lehet beszélni, és nagyon fontos tudni, hogy nincs lefutott mérkőzés, minden mérkőzés teljesen más, és minden mérkőzésnek úgy indulnak a csapatok neki, hogy egy életem, egy halálom, most győzni fogok. Igen, itt nagyon sokszor elmondtuk a közvetítések alatt is, hogy Magyarországon, de szerintem Romániában sem rendeztek még olyan színvonalú klubmérkőzéseket, mint amilyen a Csíkszereda a Dunai Város döntő volt. Ezt önök is így élték meg belülről, vagy inkább így utólag a vereség miatti elkeseredettség maradt erősebben meg? Így most végignézve az előző bejátszást, vegyes érzelmek voltak bennem, hiszen a szezonnak a közepe fele, az alapszakasz közepe fele azért még nagyon úgy tűnt, hogy nagyon meg kell harcoljunk mi a rájátszásba kerülésé, viszont sikerült úgy erősítenünk az utolsó 100 méteren az alapszakaszba, hogy az egészen a Molliga döntőig úgymond repített minket, ahol én úgy gondolom, és szerintem ezzel mindenki egyetért, hogy egy becsületes csatában, és sportszerű csatában maradtunk alul. A Dunajvárossal szemben azért a 4-2-s végeredmény az mindent elmond, és az az 5 idegenbeli győzelem is, amit az előbb említettek, az is azért sok mindent elmond, hogy mennyire kiegyensúlyozott volt ez a mérkőzés, ez a párharc. Igen, hát ugye a Dunajváros kapcsán rengeteg olyan kérdés van, ami felvetődhet itt akár a holt szezonnal kapcsolatban is. Ugye volt egy ebel próbálkozása a csapatnak, hogy esetleg csatlakozott volna az osztrák rendezésű jégkorongbajnoksághoz, ez végül nem jött össze. Viszont összejött Stefan Lund megtartása, ami azért egy érdekes dolog, mert nagyon sok helyen azt lehetett hallani, hogy Stefan Lund abban az esetben marad csak, hogyha lesz ebel. Igen, volt erről szó. Azért azt tudni kell, hogy Stefan Lund egy kiemelkedő tudású európai hírű edző, és hát azért valljuk be őszintén nagyon jellemző volt most a Bietigheim edzőjének a kérdés, amikor rákérdezett a Stefánnal, hogy egy szűk beszélgetés során, hogy hát te honnan jöttél, és amikor Stefán elmondta, hogy honnan jött, akkor ösztönösen kibukott belőle a kérdés, hogy és mit keresel itt? Tehát azt tudni kell, hogy tényleg nagyon jóval magasabban jegyzett edző Stefan Lund, mint amilyen magasan jegyzett a Dunajvárosi jégkorong csapat. Én nagyon bízom benne, és merem remélni, hogy azért van nálunk, és azért marad nálunk, mert egyrészt anyagilag is megfizetjük, és természetesen, ami még fontosabb, jól érzi magát nálunk. És ez valószínűleg annak köszönhető, hogy nagyon, nagyon sok olyan dolog van, amiben hasonlóan gondolkodunk. És ennek én szerintem a legfontosabb része az, hogy nyugodtan dolgozhat.
olyan szellemben dolgozik, amikor nincs igazából a semmilyen presszió nem éri felülről a felső vezetéstől, abszolút csak a szakmára kell, hogy figyeljen, és a magam részéről igyekszem mindent megtenni azért, hogy a körülmények legalább olyan színvonalak legyenek, mint amilyen színvonal az ő tudása. Ez mindkét úriembernek szól ez a kérdés, de elsőként azért kérdezem Azari urat, mert a kérdés leginkább azért a Dunai városra vonatkozik. Erősödött még tovább a szakmai stáb, Stefan Lund mellett újabb szakemberek érkeztek. Erősödött a játékos keret. Nem félő, hogy túlságosan ki fog emelkedni a Dunai város ebből a mezőnyből? Én úgy gondolom, hogy mindig lehet értelmes és megfelelő célt adni az edzőknek és a csapatvezetésnek is. Most nagyon nagy kihívásnak tekintjük az Inter, illetve a kontinentális kupát, ami egy nemzetközi torna, illetve hát szeretnénk még tovább lépni, szeretnénk kipróbálni, hogy például hogyan tudunk olyan játékosokat szerződtetni, akik mondjuk kimagaslanak ebből a bajnokságból, illetve ebből a jelenlegi közegből. Hát nem titkolt célunk az, hogy egyáltalán kipróbáljuk, hogy mennyire sikerülne egy megfelelő szintű csapatot összeállítani, hogyha egyszer lenne rá lehetőségünk tovább lépni az ebben felé, vagy más fejlettebb régiók felé, és hát nagyon fontos, hogy tapasztalatokat szerezzünk ebbe, tehát nagyon kifejezett célunk, hogy saját magunkat is kipróbáljuk, próbára tegyük. Egyébként igen, nagyon komoly problémát jelent ilyenkor például a hátradőlés. Tehát nagyon nehéz azt kezelni, amikor egy játékos elhiszi magáról, hogy már hú, de nagyon jó, és közben kiderül, hogy azért még van mit tanulnia. Ugyanez a kérdés, hogy Csíkszereda számára jelen pillanatban ezzel a kerettel a Dunai város megfoghatónak tűnik? Ugyancsak visszatérek az előző válaszomra, hiszen mint mondtam, vagyis mint említették, 15 pont előnyel fejezte be a Dunai város az alapszakaszt. Ennek ellenére azért a Miskolccal való elődöntőben is botlott egy mérkőzés, velünk szemben is botlott. Én úgy gondolom, hogy lefutott mérkőzések nincsenek, és úgy gondolom, hogy nem tud annyira azért erősödni a Dunai város sem, mert azért a többi csapatok is próbálják a lépést tartani, úgyhogy nem lesz előre lefutott mérkőzése sem a Dunai városnak, sem más csapatnak. Igen, közben láthatják a csíkszeredaiak eredmény sorát, az előbb a Dunai városiakét is megmutattuk. Ott a két bajnokságnál azért annyi kiegészítést még engedjenek meg, hogy akkor még két csíkszeredai csapat volt az elején, a HC, illetve az SC, és akkor ugye a Mihály Árpádot és a soraiban tudó HC nyerte az első ilyen Molliga kiírást 2008-ban. És most be fogjuk kapcsolni természetesen a további vendégeinket is, mert hogy jó néhányan vagyunk még itt, és beszéltünk az előbb Azari Zsolttal arról, hogy sikerült megerősíteni a játékos keretet is. Hát ennek a legékesebb bizonyítéka a köreinkben ülő Ladányi Balázs, aki itt van velünk, és hal minket, ha minden igaz. Szia Balázs! Sziasztok, hát milyen érzés ennyi idő után visszatérni Újvárosba? Adja magát a kérdés. Hazajönni mindig jó. Ráadásul duplán jöttem haza, mert hogy már sajtótájékoztatón is beszéltük, hazajöttem mint bajnokság és mint város. Igen, hát ugye veled kapcsolatban azért a legtöbb kérdést az veti fel, hogy levezetni érkeztél, vagy abszolút a legmagasabb szinten gondolkozol? Most kicsit megsértődhetnék a kérdéseden, mert ez akkor arra is vonatkozik, hogy az elmúlt szezonom nem volt olyan fényes, de úgy gondolom, hogy a levezetésről még nem is gondolkodok. Az nem azt jelenti, hogy egy pár év múlva nem fog eljönni, de bízok benne, hogy nem a közeljövőbe, ami azt jelenti, hogy nem egy-két év múlva, hanem remélem, hogy később. Hát én egyáltalán nem sértegetni akartalak, hát hiszen a válogatottban is kulcsember voltál továbbra is. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy ezzel a csapattal, ugye itt a Molliga azért azzal együtt, hogy azt beszéltük, hogy rengeteget fejlődött, azt azért el kell ismerni, hogy az Ebelhez, illetve a Bolzánóhoz képest, ahol te játszottál, lehet, hogy egy kisebb szakmai visszalépést jelent. Erre nem gondoltál? Lehet, hogy van igazság abban, amit mondasz, de az Azari úrral egyeztetve igazából nem csak a játék tudásom miatt igazoltak le, hanem a rutinom,
a tapasztalatom miatt, hogy ezt kéne átadnom a többieknek, hogy ezek a 25-26, túlnyomó többségben 25-26 éves játékosok nehogy azt higgyék, hogy ők elérték azt, amit tudnak, hanem hogy nagyon sok tartalék van még bennük, és valahogy erre kéne rávezetnem, hogy melyik az a fajta edzés, munka és hozzáállás mind életben, mind a jégpályán, ami elősegítheti őket ahhoz, hogy a következő lépcsőfokot meglépjék. Még egy utolsó kérdés, hogy mi az, amivel magadtól, illetve a csapattal együtt elégedett lennél a szezon végén? Hát akár gondolom, eredményben kifejezve, akár játékban? Hát úgy gondolom, hogy csak akkor, hogyha a célkitűzéseinket el tudnánk érni, ami azt jelenti, hogy megvédeni a MOL Liga címet, és minél tovább menetelni a kontinentális kupába. Hát köszönjük szépen, Balázs, hogy itt voltál velünk, és sok sikert az első MOL Liga szezonodhoz, mert hogy ez következik majd, egy új bajnokságban mutatkozol be, és hát hogyha már itt Ladányi Balázs szóba került, azért retteghetnek az ellenfelek, ugye? Nem rettegünk egyáltalán, mi is nagyon készülünk a kontinentális kupára, ugye mi is szerettük volna megrendezni, sokkal jobban szerettük volna, hogyha épp a Dunaujváros utazik hozzánk. Igen, ezt egyébként, bocsánat, csak hogy tegyük helyre, hogy a kontinentális kupában összesorsolták teljesen véletlenül egyébként a magyar, illetve a román bajnokot, és a Csíkszereda utazik Dunaujvárosba, amely elnyerte a rendezés jogát. Csak bocsánat, hogy szavába vágtam, de ezt csak helyre akartam tenni. Úgy gondolom, hogy nekünk mindig is a kontinentális kupában, főleg amikor Mariborba tovább jutottunk, akkor az idegen pálya sokkal jobban segített, mint a hazai pálya. Úgyhogy ebbe is reménykedünk, és ebbe is kapaszkodunk ebbe a szálba is. Persze a Dunaujvárosnak meg lesz nyomás a hazai pálya, úgyhogy reméljük, hogy sikerül tovább jutnunk. Újabb vendéget köszönhetünk itt a köreinkben, Egri Gergely, szintén csapatvezető, a Miskolc részéről van itt velünk. Szervusz, Gergő! Sok kérdés ugyanúgy záporozhatna feléd, mint ahogy itt Azari úr felé tettem föl jó néhányat. Ugye kicserélődött szakmai stáb Miskolcnál, illetve jó néhány játékos is cserélődött a keretben. Ezek alapján mi az, amit várhatunk a csapattól? Igen, ahogy elmondtuk a sajtótájékoztatón is, Miskolcon a fél csapat kicserélődött, és hát ennek van pozitív vetülete is, oldala is, hogy nagyon örülünk rajta, és ez nagyon örülünk neki, és ez a miskolci munkának egyértelmű elismerése, hogy ezek a srácok mind színvonalasabb, jó bajnokságba kerültek, jó csapatokhoz mentek. A másik oldalon viszont azt is látni kell, hogy ez nagyon nehéz minden évben új csapatot építeni, és el fog telni egy-két hónap, amire összeszokik, összerázódik úgy a gárda, hogy komoly győzelmi esélyekkel is akár harcba szállhat a többiekkel. De első pillanattól kezdve erre fogunk törekedni, hogy ugye mindig a csapat úgy lépjen pályára, hogy nyerjen, bárki legyen is az ellenfél. Igen, azt azért ne feledjük el, hogy a csapatnak 4 játékosa is ott volt a Divízió 1-es világbajnokságon. Ők mind a 4-en távoztak. Az ő pótlásukat sikerült megoldani? Való igaz, hogy 4-en voltak, sőt mellettük még további, azt hiszem, hogy 4 játékos is volt a válogatott bőkeretének a tagja. Mindent elkövettünk persze, hogy pótoljuk ezeket a játékosokat. Persze ez nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű, mert nagyon jó játékerőt képviselő fiúkról van szó. Nagy Gergő egészen komoly fejlődési pálya előtt van, és nagyon jó játékos. Nagy Krisztián az egyik legjobb junior bajnokságba igazolta, Észak-Amerikába, a Gőz Balázs Franciaországba, az első osztályba. Nem tudtunk egyszerűen Szirányi Bencét ne hagyjam ki, aki a Szapa-Fehérvárba igazolt. Azt látnunk kell, hogy kis csapatként nincsen olyan pénzügyi potenciálunk, hogy ezekkel az említett csapatokkal felvegyük a versenyt, meg szakmailag sem vagyunk egyébként olyan szinten, vagy a bajnokság nincs olyan szinten, hogy ezt a folyamatos terhelést, ilyen szintű terhelést tudja biztosítani a játékosoknak, ami biztosítja nekik az előrelépést. Egy kérdés, ami igazából kettő is egyben. Egyrészt ugye Miskolc az egyik leglátogatottabb, talán mondhatom, hogy a leglátogatottabb helyszín a MOL Ligában. Ebben tudnak előrelépni még bárhogyan? Illetve a másik az, hogy mi az, ami helyezésben akár kielégíteni a jelenlegi vezetőséget? Sokszor elhangzott már, nem csak itt, hanem egyéb fórumokon is, hogy a legnagyobb értékünknek a szurkolóinkat tekintjük. Hál' Istennek minden évben sikerült növelni a létszámon, a szurkolói létszámon, a
mérkőzések látogatottságán. Én úgy tudom, hogy most olyan 1200-1300 körül járunk, ami jóval nagyobb, amikor a playoffba ér a csapat. Persze szándékunkban áll még ezen is növelni. Egyébként nagyszerű dolog, és hihetetlen eredménynek tartom, hogy most már aztán, hogy 350 bérletet értékesítettünk még az első felkészülési mérkőzésünk előtt. Ezek a dolgok ezek egyértelműen jó irányba mutatnak, és üdvözöljük. A másik kérdésedre pedig a válasz, szeretnénk persze bejutni, mint mindenki más a rájátszásba, és onnantól kezdve az ugye egy teljesen más megmérettetés, hogy a rájátszásban hogy teljesít egy csapat, mindig pillanatnyi forma, a sérülések, akármi közbeszólhat, tehát ott azért már bármi lehet. Köszönjük szépen, és hát sok sikert kívánunk nektek is az új szezonhoz. Ugye itt említette Egri Gergely, hogy ők is próbálnak szurkolókat csábítani a lelátóra. Ha jól emlékszem, akkor Stefan Lund mind a kettő itt töltött szezonjában sokszor nyilatkozta azt, hogy mekkora szükségük van a szurkolók támogatására. Sikerült növelni ugye a nézőszámot az előző szezonhoz képest, amikor ugye ott voltak a National Liga meccsek is, és kicsit most koncentrálódtak a MOL Liga meccsekre a nézők, ugye? Igen, sikerült növelni a nézőszámot, de ez pontosan az a téma, amiből ugye úgy szoktuk mondani, hogy sosem elég. Nagyon szeretnénk tovább növelni a nézőszámot, mert azért ezzel adósak vagyunk. Nagyon szeretnénk már legalább egy félházas, de leginkább teltházas mérkőzéseket. Sokáig azt hittem, hogy elég, hogyha magát a jégkorongot szakmailag, tehát a jégkorong szakmai szintjét növeljük, és látványos hokival rukkolunk ki. Ma már tudom, hogy sajnos nem elég jól csinálni valamit, meg kell tanulnunk eladni azt, amit csinálunk, és úgy gondolom, hogy például a következő év, a következő szezonnak ez lesz az egyik legnagyobb kihívása, eladni azt, amit tudunk, és minél több nézőt, minél több látogatót becsalni a sporteseményeinkre. Közben újabb vendégünk érkezett, Friszár Zalán, hogyha már itt szóba került az, hogy jó néhány fiatallal is pótolni kellett a távozókat. Mennyire érzitek ti ennek a súlyát játékosként, hogy valóban nagy nevek mentek el a csapattól, és az ő helyüket kell átvennetek? Hát egyelőre még nem érezzük annyira a súlyát, mert még nem voltak tétmérkőzéseink, úgymond, de idővel majd elvárja, hogy a vezetőség is, meg persze a szurkolók is, hogy ennek megfelelően tudjunk játszani. De emellett igazoltunk azért idősebb, légiós, rutinosabb játékosokat is, és hát így a kettő egyvelege reméljük egy nagyon jó csapatot fog majd alakítani. Milyennek tűnik a felkészülési mérkőzések alapján a csapat? Kialakultak már a sorok, vagy még azért a kísérletezés időszakában vagyunk? Sajnos közben jöttek sérülések, emiatt kellett variálni az edzőnek sorokat, de úgy akarja összerakni az edző, hogy 4-1 forma erős képességű sor legyen. Ti személy szerint játékosok mivel lennétek elégedettek a szezonban? Hát mindenképpen nagyon szeretnénk bejutni a rájátszásba, és onnantól kezdve tényleg bármi megtörténhet. Hát sok sikert kívánok nektek is ehhez. Ugye mindenkinek sikert kívánok, úgyhogy ez alapján mind a 7 csapatnak be kellene jutni a rájátszásba, amit tudjuk, hogy lehetetlen, de természetesen folytatjuk a sort, mert hogy vannak még csapatok, akikkel nem foglalkoztunk. Közülük az egyik ilyen a Brassó, amely nagyon emlékezetes módon maradt le épp hogy a rájátszásról az előző szezonban. A HC Mikron Novizám, ki most már erre a névre hallgat, az érsekújvári együttes, csak a jobb egymás elleni eredményeknek köszönhetően előzte meg a brassói csapatot, és itt is van velünk Olti Zoltán, a Brassó csapatvezetője, illetve tulajdonosa. Hát gondolom nem akarnak még egy olyan szezont, mint amilyen az előző volt, amikor bár izgulni kellett, de végül nem sikerült a rájátszásba kerülni. Nagyon reméljük mi is, hogy nem ismétlődik meg a tavalyi évad, hogy kimaradjunk a rájátszásból. Egyre jobb a csapatunk, nagyon jól felkészültünk a nyári szezon alatt, és most készen állunk, hogy egy sokkal jobb évadot teljesítsünk. Igen, ugye a Brassó elég aktív volt az átigazolási piacon is, éppen az előbb tárgyalt miskolciaktól csábította el a legjobb gólszerzőjét a csapatnak, Martin Szalugát. Milyen, várhatok még további erősítések a csapatnál, vagy most már teljesen kész van ott a keret? Még azt szeretném mondani, hogy az utolsó napokban sikerült egy nagyon jó átigazolást megejteni, a Roberto Gliga, aki Svédországban játszott most a
csapatunknak a tagja. Úgy gondoljuk, hogy most már a csapatunk az egész. Ha netán szükség lesz rá, akkor biztosan fogunk más átigazoláshoz is fordulni. Mi itt Magyarországon a brassói meccseket úgy kapjuk meg a Romániában dolgozó kollégáktól, de azt azért felfedeztük mi is, hogy ha már itt a nézőszámról esett szó, hogy egyre népesebb és lelkesebb a brassói szurkolótábor, ezt ugye meg tudja erősíteni. Ez így van, a jégkorong az egyre szeretettebb Brassóban, és ennek nagyon csak örülni tudunk. Évről évre nő a nézők száma, és egyre érdekeltebbek úgy a szponzorok, mint a nézők a jégkorong iránt. Ez nagyon fontos a romániai jégkorongra nézve, a MOL ligára, meg természetes nagyon fontos nekünk, mint sportegyesület. Hát ebben egyetértünk, és további sok sikert kívánunk természetesen a következő szezonra is. Az azért nagyon érdekelne, hogy ugye a Csíkszeredától is vitt el egy játékost a Brassó Molnár Zsolt személyében, hogy azért a Brassónak is a magja az székelyföldi játékosokra épül. Tehát elbír két erős csapatot Székelyföld, illetve Brassó és Csíkszereda? Brassó mindenképp, úgy gondolom, hogy elbír, így kívülről látva, úgy gondolom, hogy nekik megvan az anyagi hátterük, hogy ilyen jó minőségű játékosokat játékos De van annyi keretet. Székelyföldi játékos, ami két csapatot képes ellátni? Jelen pillanatban van, mint a példa is mutatja. Jelen pillanatban van, ugye Csíkszereda az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb romániai klub, amely komoly utánpótlással rendelkezik. Évente részt veszünk magyarországi korosztályos bajnokságban, úgyhogy a termelés az folyik. Mi abban próbálunk, azon dolgozunk, hogy most már vége lett, többet ne vigyen el Brassó tőlünk. Tudjuk otthon tartani a jó játékosainkat, de azért azt is tudni kell, hogy nem lehet egyik évről a másikra több játékost, úgy gondolom, beépíteni, új játékost a csapatba beépíteni, mint egy maximum 5-6 ember. Úgyhogy a megmaradó embereknek is azért kell hely, akik szeretnének hokizni, és akkor ott a lehetőség tudnak menni Brassóba, vagy akár esetleg más magyarországi vagy külföldi csapatokba. Nos, hát akkor erre megkérdezünk egy brassói játékost is, Fülöp Rajmondot, hogy hogyan sikerült a csapatépítés ebben az évben, illetve még kíváncsi lennék nagyon arra, hogy milyen erőléti edző Joshua Bonár. Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket. Hát egy nagyon-nagyon komoly erőnléti felkészülésen vettünk részt nyáron, tehát én, amióta hokizom, ilyent nem éltem át. Gondolom Kanadában ez minden szezonos dolog, de nekünk a legmagasabb. Úgyhogy így mindenki fejlődött, tehát látszik a felkészülési meccseken, kivétel az első meccsen, első harmad, ott egy kicsit még. De én személy szerint a játékosoktól kérdeztem, hogy bírják, mert ugye én kapus vagyok, az már más. Azt mondták, hogy teljesen semmi fáradtság, semmi. Tehát annyira felkészített Josh Bonár, hogy azt kell mondjam, hogy profi felkészülés volt. No, hát akkor ez biztosan ki fog jönni majd a szezon közben is. Volt egy sajtótájékoztató Brassóban, amin azt hallottuk, hogy 3 aranyérem megszerzése a cél. Ugye ez a MOL Liga, a román bajnokság, illetve a román kupa. Ez összejöhet szerinted? Hát ez egy kicsit merész a 3. Ugye a MOL Liga. Így nézve a Dunafehér csapatát, az igazolásokat, meg minden. A román bajnokság és a román kupa, az kimerem mondani, hogy az meg lehet, el lehet írni azt a célt, hogy kupa győztes és bajnokok legyünk. Hát köszönöm szépen, nem véletlenül kérdeztem ezt itt a végén, magas a labda. Ugye hát amellett, hogy a Brassó és a Csíkszereda szerepel a MOL Ligában, neki külön van egy román bajnoki sorozat, ami ugye egybeépült itt Magyarországon a MOL Ligával. Szóval ez külön cél minden évben a Csíkszereda számára, vagy azért a MOL Liga az egy kicsit magasabban van? Szerintem a MOL Liga azért magasabban van, noha nekünk, mint klub, és gondolom, mint szurkolóknak is azért a román bajnoki cím az úgy fontosabb belülről. Szóval lehet, hogy az emberek sokkal szomorúbbak lettek volna, hogyha talán megnyerjük a MOL Ligát, de épp kikapunk a Brassótól a román bajnoki döntőbe. Úgyhogy mi is ugyanezeket, hát a MOL Ligát azt mindenképp ugye mondtuk, hogy a rájátszásba szeretnénk kerülni, és lehetőleg akkor a döntőbe is
viszont azért azt kimerem bátran jelenteni, hogy a román bajnokságban és a kupában egyértelműen a cél az első hely megszerzése. Igen, tavaly még újoncként köszönthettük őket itt a MOL Ligában, idén viszont azért már többet tudunk róluk, bár az idei átalakulásoknak köszönhetően azért még nem mindent, de talán beavat minket néhány újabb részletbe Szuhárda Ferenc, aki itt van velünk, a HC Mikron Novezámki vezetője. Szóval mit lehet tudni az idei új igazolásokról? Köszöntöm Önt is. Mindenkinek szép napot kívánok. Hát nagy átalakulással ment át a csapatunk, a csarnokunk, ezt, amit látnak a képen, ez már múlt, ez már nem valóság. Úgyhogy sok újon ment át a klubunk, a csarnokunk, és sok munka van utánunk. Úgyhogy menjek a válaszra a csapatalakulásához. Új edzői kettesünk van, Ladislav Lubina, Stanislav Mečiar. Aztán növeltük a csapat hátterét is, hogy jobban legyenek a játékosok kiszolgálva. Úgyhogy kezd egy kicsit profiabb lenni a csapatunk. Úgyhogy meglássunk, hogy mire lesz ez elég. Kb. A fele csapatunk maradt a tavalyi, és egy pár új név van. Ezeket azért ne hallgassuk el, hogy kik ezek az új nevek. Említettem már. A Marek uram, a 2002-es világbajnok Szlovákiával, válogatott játékos volt, gólkirály volt a cseh még a szlovák bajnokságban is, jól emlékszek. Aztán magyar válogatott játékost is átigazoltunk a Nagy Gergőt Miskolcról, és még egy pár több játékosunk van, úgyhogy akartunk annyira erősíteni, hogy ne utolsó percig körüljön harcolni a rájátszásért, úgyhogy tavaly sikerült, azt a Csíkszereda ellen éreztük a csapatnak hogy nem érett csapat volt, azért egy kicsit idősebb játékosokat is hoztunk mostan. Igen, hát akkor köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk Önöknek is a következő szezonra. Végére értünk a csapatoknak, hát a Csíkszeredának köszönhetjük, hogy így megerősödött a Novezámki együttese, de ezért természetesen beszéljünk arról is, hogy a Dunaújvárosnak is az az érdeke valahol, hogy ezek a csapatok, az ellenfelek, azok folyamatosan fejlődjenek és hasonló szinten legyenek, mint Önök. Természetesen mindenkinek ez az érdeke. Azért azt jó kell érteni egy alapvetően, ugye arról szól az egész, hogy minél több pénz van, az egyesületek minél nagyobb költségvetéssel dolgoznak, annál magasabb színvonalon lehet játszani, és nyilván a sportnak a savaborsa az, hogyha nagyjából két egyenlő csapat küzd egymással, mert akkor teljesedik ki igazából a versengés, és hát ezért nyilván mi is szurkolunk, hogy minél több erős csapat legyen a MOL Ligában, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Az előszezon eredményeiből, a felkészülési meccsek eredményeiből mennyire érdemes messze menő tapasztalatokat levonni? Ugye a Dunaújváros egy borzalmasan erős tornán van túl, amelyen nagyon-nagyon jó eredményt ért el, legalábbis azt gondolom, és ott ugye elhangzott egy olyan is, hogy ebben szinten teljesített a csapat, az ellenfél egyik edzője mondta ezt, illetve hát ugye a Csíkszereda is már a felkészülés zömét elvégezte először, akkor az Ari urat kérdezem. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nincs abszolút, tehát nincs lefutott mérkőzés, ezért nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a szavakkal. Amit a Szuharda úr említett, tehát itt igazából egy hosszú távú versengésről van szó, itt nagyon fontos a formákat időzíteni, és úgy felkészíteni a csapatot, hogy minél stabilabban működhessen, minél stabilabban versenyezhessen, de az igazi, a legjobb formáját a playoffba, a döntőkbe tudja nyújtani, és ez egy nagyon komoly szakmai kihívás, és én úgy gondolom, hogy itt azért az edzők szerepe az nagyon fontos lesz. Hát a mi csapatunkról szólva azt tudom elmondani, hogy tényleg nagyon nagy öröm volt látni, hogy kezd beérni a sok éves munka, és tényleg Dunaújvárosban a Dabdokler az nagyon régóta nagyon keményen dolgozik azért, hogy minél magasabb szinten üzze ezt a sportot. Én nagyon bízom benne, hogy idén tényleg be tudjuk bizonyítani, hogy robbanás előtt áll ez a csapat. Tehát egyik pillanatra a másikra tud majd magasabb szinten
magasabb szintű produkciót nyújtani, és természetesen mindent megteszünk ezért, és nagyon szurkolunk a többieknek, hogy ne torony magasan nyerjük meg az alapszakaszt. Igen, a robbanás az akár lehet Csíkszeredában, és csak kérdés, hogy utána nő a csapat, vagy poraira hullik? Az egy zimint volt egy bejátszás, hogy azért ugye ezt tudni kell, hogy a Csíkszered a Móliga összes kiírásában azért rájátszásban volt, ami úgy gondolom, hogy nincsen példa a többi csapatoknál, úgyhogy mi folyamatosan próbáltuk azt a szintet biztosítani éveken keresztül, hogy a csapat az rájátszásba kerüljön. Az idén is mindenképp azt szeretnénk, és próbálunk most a felkészülési mérkőzéseken, a szlovákia edzőtábor, amelyben részt vettünk, próbáltunk újabb olyan fiatal játékosokat egyenként vagy apránként beépíteni, meg fogja tudni tartani a csapatnak azt az eredményességét, amit eddig is mutatott a MOL-ligába. Emellé fogunk még igazolni két idegen légióst, úgyhogy úgy gondolom, hogy fogjuk tartani a lépést a többi csapatokkal. Ha ma még nem számolhatok be olyan szintű igazolásokról, mint a Dunaújváros, vagy akár az Érsekújvár, azért én remélem, hogy november-december hónap folyamán azért sokkal bátrabban fogok beszélni a keretről, és sokkal erősebb keretet fogunk látni a Csíkszeredában. Na hát, hogyha már mindenkinek sok sikert kívántam, akkor ezt nem hagyom ki ebben az esetben sem. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. A két tavalyi döntősnek is sok sikert a következő szezonra. Mi pedig megnézzük még azt, hogy hogyan is alakul pontosan az alapszakasz, illetve a rájátszás programja. Itt láthatjuk, hogy mettől meddig tartanak a bizonyos szakaszai a bajnokságnak. Láthatjuk, hogy majd márciusban kezdődik a döntő. Addig érdemes lesz minket itt figyelni a Digisporton. Mi hétfőn kezdünk majd egy HC Mikron Nové Zámki Dab-Dokler mérkőzéssel, tehát a tavalyi bajnok mutatkozik be, a tavalyi mondhatjuk, hogy meglepetés csapat az érsekújvári együttes ellen, úgyhogy érdemes lesz minket figyelni 18 órától, és minden hétfőn egyébként, illetve majd péntekenként és vasárnaponként Romániából is adunk mérkőzéseket, úgyhogy figyeljék a Digisport 1-es és 2-es csatornáját. Mostani figyelmüket köszönöm, a viszontlátásra!